A Krasznának a bal partján vagyunk jelen pillanatban, a Tisza torkolatánál. Egy függőhíd menne a bal partról a jobb part irányába, ahol kerül kialakításra a kilátó, amely a Tiszának egy másfél kilométeres szakaszába enged majd bepillantást. A függőhíddal összekötött kilátók mellett egy közel egy kilométeres sétányt és vízitúra megállóhelyet is kialakítanak itt Vásárosnamény központjában. Az önkormányzat már évek óta tervezi ezt a beruházást. Most a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és egy helyi vállalkozás partnerségében közel 500 millió forint értékű topos forrást nyertek a fejlesztésre. A város egyedülálló természeti adottságai közé tartozik, hogy közigazgatási területén 4 folyó is áthalad. Így ezzel a fejlesztéssel az aktív turizmus egyik fontos desztinációjává válhat a jövőben. Észrevettük azt, hogy a városközpont a 2 folyó torkolatával, amiről nagyon kevesen tudnak, hogy a Kraszna és a Tisza itt találkozik egymással, és a Kraszna itt ömlik bele a Tiszába. Csodálatos természeti jelenség, és a maga környezet is, a természetes környezet fákkal, ligetes részekkel varázslatos tud lenni. És azt álmodtuk meg, mivel kerékpáros barát településes vagyunk, és ha már egy másik projekt kapcsán kerékpárutakat építünk, akkor valahogy kössük össze azt, hogy a Kraszna sétány megálmodásával, egy közel 1 kilométeres sétány bekötésével, 2 kilátóval és függőhiddal kapcsolódjon ez a 2 projekt össze. Azt szeretnénk megvalósítani, hogy egy kicsi baja legyünk, ugyanis nem baja, hogyha hasonlítunk egy kicsikét más városra is, hanem ezen természeti adottságainkat kihasználva próbáljuk meg a városlakókat és az ideérkezőket egyfajta attrakcióval kiszolgálni. A fejlesztés helyszínén jelenleg is mederkotrás zajlik. Ez még nem a beruházás része. A vízügyi szakemberek 2015-ben kezdték meg a korábban elhanyagolt szakasz rendezését. Egy nagyon elhanyagolt meder szakasz volt a Krasznának ezen alsó torkolati szakasza, tehát ez volt az elsődleges cél. A másodlagos cél természetesen, hogy a téli kikötőnk az igazgatóságnak az itt található fölöttünk 500 méterrel, tehát ezért mindenképpen a hajót karbantartását is elvégeztük, és természetesen erre fűztük fel a többi elemet is, a megfelelő hajúszélességet, a megfelelő vízlefolyási szélességet, és hát természetesen ennek lett a hozadéka most az önkormányzati, a rekreációs tevékenységek. A fejlesztés kapcsán elhangzott, Vásárosnamény nem kizárólag települési, hanem térségi szinten tervezi a beruházásait. Kiemelték, fontos szempont az is, hogy a digitális szolgáltatások és platformok segítségével a távolabbról érkezőknek is vonzó turisztikai célpontjává váljon a sétány és annak környezete. Ez lehetőséget ad arra, hogy az ide látogató, távolabbról ide látogató turisták számára, akár a itt helyben kialakítandó vízitúra bázissal is egy olyan vízi megállóhely, a kilátó egy olyan turisztikai csomópont lehet, ami kiinduló alapot ad arra, hogy az ide látogató turista kedvet kapjon a bereg meglátogatásához, bár a mai világban ez már azért másképp működik, hiszen a turista megy valahova, fölkészül, tehát nagyon fontos az, hogy a 21. századi technika segítségével jelenjenek meg a településeink. Térségi országgyűlési képviselőként én ezen dolgozom, hogy minden település a rendelkezésre álló social médián keresztül bármilyen internetes felületen jelenjen meg, és megpróbáljuk ezt összehangolni. Van még feladatunk bőven. A beruházás nyitó rendezvényén az is elhangzott. A Kraszna sétány kialakítása Szabolcs-Szatmár-Berek turisztikai stratégiájának erősítéséhez is nagy mértékben hozzájárul. Ha a turisztikáról beszélünk, akkor pedig elsőleges Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében az, hogy ezt a potenciált erősítsük, hiszen ennek nagyon komoly gazdasági hatása lehet majd a vármegye fejlesztési céljainak a megvalósulása. Is. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy ez a projekt itt most elkezdődik, és bízunk benne, hogy azért ez majd látszik látogatószámban is, és látszik azoknak a szálláshelyeknek a bővülésében is. A Kraszna sétány a tervek szerint 2026. áprilisára készül majd el.